Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog. Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della, a 24.hu gazdasági podcast műsora, Baka F. Zoltán vagyok, mai vendégem Georgi Attila, Játékos ügynök, játékos menedzser. Az adás rögzítése előtt kérdeztelek erről, hogy melyik a helyes titulus, és kiigazítottál, hogy a játékos ügynök, az talán nem a legpontosabb definíció. Szóval mi a te nem hivatalos? Nem, a játékos más? menedzser nem a mm -hmm. legpontosabb definíció. A játékos ügynök az, a, amit szoktak használni, angol agentként neveznek minket de az ügynök. Tehát sokan azt mondják, hogy menedzser, de, de nem, tehát a hivatalos megnevezés az nem menedzser. Azért hívtalak a stúdióba, mert Szoboszlai Dominik Liverpoolba igazolása igazán nagy port kavart, egy nagyon Szerintem az elmúlt 30 év talán az egyik legfontosabb, a magyar labdarúgást érintő híre volt ez, és de többnyire Dominik van a fókuszban, és kevésbé látunk rá arra, hogy hogyan jutott el idáig szoboszlai, hogy a azt tudott szerződni, és ezen az úton milyen módon tudták őt segíteni a játékos ügynökök, menedzserek, akárhogy nevezhetném őket. De mielőtt még rátérnénk erre, hogy néz ki most az európai, illetve a világ piac a, a játékos ügynökök szempontjából. Régen, ha jól emlékszem, mondjuk így a 90-es években inkább magánzók voltak ezen a piacon, mintha most meg az lenne a trend, hogy nagy cégekbe szerveződnek. Igen, tehát hogy a, a manapság a, a, a nagy cégcsoportok, céghálók, ügynökhálózatok, akik, akik uralják a piacot, nagy előnye, hogy, hogy lefedik, lefedik a világlabdarúgását, tehát most, hogyha a mi cégünkről egy pár szót beszélek, ez az SCG nevű holland iroda, Guardiola tartozik hozzánk, vagy Erik Ten Hag, vagy Gakpo, Van volt például, tehát nálunk mondjuk 20-21 országban 120 ügynök dolgozik azon, hogy az iroda portfóliójához tartozó játékosokat a legoptimálisabb helyre, a legoptimálisabb szerződési feltételekkel tudjuk mozgatni. A... hozzá közvetlenül mely játékosok kötődnek? Azt tudom, hogy Enis Bárdi, a te igazgatásod alá tartozott. Már csak onnan is tudom, hogy Újpesti játékosként egyeztem meg őt. A világ legjobb klubja, teszem hozzá az Újpest. De hogy, hogy néz ki a te portfóliód? Hát igazából azért nem emelném ki külön a, a, a saját portfóliómat, mert, mert mivel, mivel ez egy. Ez egy egységes ügynökség, tehát mindenki dolgozik mindenkin, így, így adott esetben annó az Ennis ügyében is mondjuk a spanyol iroda segített be, vagy, vagy volt, mit tudom én, amikor a Keniotikba ment Törökországba, akkor, akkor, a török iroda, tehát hogy, hogy mindenki foglalkozik az iroda minden alkalmazottjával. Feltételezem, hogy teljesen más mélysége van ennek a munkának, hogyha egy komplet ügynökség látja el ezt a munkát, mint, mint, mint korábban, amikor mondjuk magánzók voltak. Mi mindenre terjed ki egy ügynökség feladatköre, azon túl persze, hogy egy játékosnak mondjuk a, a szerződéseit intézi, előkészíti. Hát az, az csak egy pici, pici szeglete a, a szerződések. Arra általában ezeknél a nagyobb irodáknál külön jogi csoport van, aki aki a legapróbb részletekig végigmegy, és, és úgymond megküzd a, a kluboknak a jogászaival, hogy, hogy ne legyen benne olyan buktató, ami később problémát okozhat a játékosnak de ezen kívül a marketing vonalon támogatják, a közösségi média megjelenésekbe támogatják. Nálunk például külön, külön ügynökök vannak, akik, akik csak a mindennapi ügyeikben segítik a játékosokat, tehát nem, nem szakmai alapon, hanem tudom én a feleségének vízum kell, a gyereknek óvoda kell, autót kell leasingelni, összetörte az autót, biztosítókkal kell segíteni, adott esetben, mit tudom én, Szileszennél volt csomó alkalommal példa arra, hogy, hogy a medence takarítót kellett keresnie Barcelonába az ott dolgozó ügynöknek, hogy ebbe segítse a játékost, az áttelepülésnél, mit tudom én, iskola, óvoda, az első papírok elintézésénél, vízumkérdésekbe, ha, ha nem EU-s játékos, akkor a család vízumába. Tehát, hogy, hogy, sokkal, sokkal összetettebb ez a... Ezt a komplex támogatást addig kapja meg a játékos, amíg a hivatalos karrierje tart ameddig gondolom a szerződése szól az ügynökséggel, vagy akár a hivatalos karrier befejezése után is Érdekes, tart mert pont a, a fun egy jó példa, hogy, 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 végig kísérte az irodával, vagy az iroda a karrierjét, és hogy befejezte a, a játékos pályafutását, Utána segítették abba az irányba, hogy melyik passzolna neki a futballba akart maradni, de az elején még nem volt biztos, hogy, hogy mit és hogy. De közben közbe azért még a marketing hullámok azok éltek, tehát még a neve megvolt, még Ázsiába lehetett jó pár szerződést intézni neki, és most pedig már mint, mint edző igazgatja az irodal karrierét. Na, ez egy érdekes dolog, hogy automatikusan az újra az, az embernek, hogy játékosok igényelnek menedzsert vagy ügynököt. Ezek szerint az edzőknek is? Hát a mai világban szerintem, szerintem valamit is, magára valamit is adó edző nem, nem megy oda egy klubhoz anélkül, hogy, hogy ügynöket ne alkalmazna. Tehát mondjuk Marko Rossi, vagy Csercsa Szóval Fradi edző, hát, és Biztos vagyok benne, hogy, hogy tehát ugyanúgy nekik is, nekik is megvannak. Ugyanazok a problémáik, ugyanazok a kérdéseik, ugyanazok a, 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 támogatottságra van szükségük, mint egy játékosnak. Tehát neki is fontos az, hogy, hogy mondjuk ne lehessen felállítani úgy a szerződéséből, hogy, hogy, hogy azt valahogy ne kompenzálják, ne lehessen úgy, úgy felállítani hogy mondjuk ne legyen fair vagy jogos, minél optimálisabb feltételeket kapjon ő is, az ugyanolyan fontos, mert, mert nekünk szerintem az egyik nagy, nagy előnyünk, hogy, hogy szinte minden klubnál tudjuk azt, hogy mik a lehetőségek, mik azok a szerződési pluszpontok, amiket bele lehet rakni, amiket, ami, 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 által a bevételeiket optimalizálni lehet. A, fontos, hogy ezt most említetted, mert erre vissza akartam térni. Ugye mondtad, hogy egy külön jogi csoport dolgozik a cégednél, a cégeteknél, a szerződéseken, nyilván más munkák mellett. És azt is mondtad, hogy, vagy érzékeltetted, hogy általában nem megy egyszerűen a megállapodás létrehozása a klubokkal. Tehát a kluboknak is vannak igényeik, feltételeik, meg a játékosnak és az őt képviselő ügynökségének is. Tehát, hogy mennyire összetett egy ilyen tárgyalás, egy ilyen tárgyalásorozat, és ezek a szerződések, ezek mennyiben hasonlítanak egy átlagos polgári jogi szerződésre, illetve milyen eltérések vannak ehhez képest? Hát nem mondanám, tehát alapjában hasonlítanak, nyilván hasonlítanak, formájában is hasonlíthatnak, mert inkább ilyen, tehát egy határozott idejű szerződéshez hasonlíthatnak, de azok a pontok, amik benne vannak, ha mondjuk holnap bemennénk bármilyen bankhoz alkalmazottként, vagy, vagy bármilyen céghez alkalmazottként, és ezeket a pontokat mi beletennénk, amik amúgy Normálisan benne vannak egy labdarúgónak a szerződésébe. Hát lehet, hogy a, a kettő perc múlva már újra kint lennénk az utcán, mert. mert tehát ez a, a normál... Mondjál néhány példát az extra Tehát, mit tudom én? Nem biztos, hogy olyan annyi repülőjegyet kapna mondjuk egy, egy, egy alkalmazott, aki, aki szeretne külföldön dolgozni lehet, hogy nem is kapna a repülőjegyet, mert azt mondaná, hogy tehát itt alkalmazzuk, és, és itt él, mi, mi, mindenki oldja mm. meg a saját utazását, akkor azok a, azok a tehát ha, ha mondjuk nem, nem játszik, tehát vannak olyanra is példák, hogyha egy adott játékos mondjuk nem játszik bizonyos mérkőzéseken, akkor kompenzációt kaphat. Tehát, hogy egy ilyen garanciákat is bele lehet tenni. Független attól, hogy sérült-e, vagy a, nincs sérül. olyan forma. Nem, nem, a sérülés nem. Tehát a sérülés az általában oda-vissza levonandó. Tehát hogyha az is benne van, mondjuk egy szerződésben, hogy, hogy egy bizonyos százalékon a mérkőzésnek játszania kell, mert ha nem, akkor mondjuk a klub bonthat akkor, akkor ott is általában sérüléseket, azokat levonják. Tehát, hogy az, az nem számít bele. Az különkezelendő. Az külön Tehát csak amikor egészséges állapotban van, akkor játszik, vagy nem játszik. Uh -huh. De hogy, hogy ez, 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 mondjuk egy bankárnál elfogadhatatlan, hogy, hogy mit megvan adva neki, hogy mennyi szerződést kell kötnie, vagy egy értékesítőnél, és, és hogyha ha az nem úgy jön ki, mondjuk pénzben, meg mennyiségbe, akkor azért uh -huh. kapjon kompenzációt. Marva még a sérüléseknél erre külön kiterjednek ezek a szerződések, vagy az ezzel kapcsolatos következményeket a játékosnak, illetve az ügynökének magának kell kezelni a biztosítások, megkötését? Biztosítások azok általában javasoltak, tehát vannak egyesületek, akik kötnek extra biztosítást a játékosokra. Itt nyilván Magyarországon a TB által vannak lefedve a játékosok, de, de javasolt mindig egy biztosítás megkötése. De, de mondjuk Németországban, hogyha te sérült vagy, akkor a fizetésednek egy egy jóval csökkentett összegét kapod meg, és ott, ott meg kifejezetten javasolt, hogy, hogy, arra kössél egy biztosítást, hogyha mondjuk van egy tércalak szakadásod, akkor, akkor mondjuk ne 30 ot kapjál, hanem fedezze a maradékot a De Ez a gondolom biztosítás. jóval drágább, mint egy átlagpolgár. Drágább, persze. biztosítás. Biztos, tehát abszolút drágább, de, de pont, pont így név nélkül most az egyik játékosom aki megsérül, tért szakadás, és akkor mondtam, hogy de akkor a biztosításod ezt rendezi, tehát nem, nem probléma. A fizetése nem csökkent, de, de nyilván egy, egy, jó biztosítással komoly összeghez lehet egy ilyen sérülésnél jutni, és mondta, hogy neki nincs biztosítása. És akkor kérdeztem, de az autódra van biztosításod? Igen, az autóra van, hát kaszkó is van, mert nyilván egy értékes, de mondom, a lábad nem értékes? Tehát a, abból keresi meg azt a pénzt, amiből megveszi az autóját, arra kötött, tehát javasolt a biztosítás, mert, mert igazából ez az életük, tehát hmm. hogy. Ez egy szintén egy jó példa volt, mert erre is kíváncsi vagyok, hogy általában a, a, a topba tartozó futbalisták, de, de ide vehetjük az alsóbb szintekkel játszókat is, tehát hogy hogy mennyire tudatosak úgy a pénzügyekben, mint az élet más területén, mennyire tudnak kicsit kifelé nézni abból, amiben egyébként a nap 24 órájában élnek, és ez ugye a labdarúgás. Tehát, hogy egyrészt, hogy látod, hogy érdeklődnek-e a világ egyéb dolgai iránt, másrészt pedig, amit itt előbb is mondtál, hogy, hogy mennyire készülnek tudatosan arra, hogy a karrierjük egyszer akár félbeszakadhat, vagy normális módon kifuthatja az életciklusát, és az utána való életüket hogyan próbálják már idő akkor megalapozni, amikor még aktív futballista. Szerintem a nagy általánosságban a karrier közepén mondjuk, amikor úgy minden passzol, és minden csillog, villog, minden jól megy, akkor kevésbé jellemző az, hogy, hogy, hogy tovább gondoljanak a karrieren túl. Ugyanez a tanulásban, tehát a, valaki mondjuk 18-19 évesen elkezd játszani mondjuk első osztályba, nem az az elsődleges, hogy azon gondolkozik, hogy na, azért közben mondjuk tanulnom is kéne, mert mi lesz, hogyha megsérülök? Tehát ez nem, nem jellemző. De felé de, nem pussolják őket a, az edzők, a klubok, de, az ügyeletek? De azért azért pont ezt akartam mondani, hogy, hogy szerintem ez is az egyik feladatunk, hogy, hogy, hogy ilyen irányba próbáljunk pozitív hatással lenni a játékosokra, és, és a másik pedig, amit, amit kérdeztél pénzügyileg, hogy gondolnak-e után, a karrier utánra. Komolyabb ügynökségek azok már ö, foglalkoznak és, és alkalmaznak olyan pénzügyi tanácsadókat is, ö, és szakembereket, akik már adott esetben a karrier ö, időszak alatt is segítik a játékosoknak a, a befektetéseit. A... Tehát amikor már egy felhamozást. Elért, tehát amikor egy már egy olyan, szint, olyan szintre jutott, akkor ö, akkor már igénylik, igénylik azt, hogy, hogy ilyen tanácsadókat is bevonjanak mondjuk a, az együttműködésbe, és használják is. Tehát, hogy... hogy egy az egyben rá is bízzák a tanácsadóra ezt a pénzt, amit megkerestek, vagy beleszólást is kérnek adott esetben? Hát van, aki, a rá, van, aki. Rá, tehát van, aki rábízza, van, aki pedig, pedig minden egyes lépésnél szeret konzultálni. De, 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 szintén egy egy Fampers is példa, hogy hogy a DePájal beszálltak egy, egy, egy olyan a futball támogató adat rendszeres szoftverbe, amit azóta csomó klub használ a világban. És Te ott az egy, első egy jó példa, és az első befektetést azt azt nem teljesen ők, de ők is. Abba beszálltak. A szóba hoztad azt is, hogy ha jól értettem, hogy hogy klubonként eltérő, hogy mik kerülnek végül be a szerződésbe. Milyen egyedi eseteket tudsz esetleg említeni, akár a klub megnevezésével, vagy anélkül? Tehát, hogy, hogy hogyan lehet ezt a különbséget, ezt a differenciát megfogni e, között? Tehát van például vannak klubok, akik akiknél elképzelhetetlen az, hogy, hogy mondjuk egy játékos megtartson játékjogot. Mert normál esetben, ha egy szabadon igazolható játékos A csapatból átmegy a B-be, akkor addig, amíg nem írja alá szerződését, annak a játékjogának a 100 százaléka az ő tulajdona. Ahogy ő aláírja azt a munkaszerződést a klubbal, ezzel átadja ezt a, ezt a játékjogot arra az időszakra, ameddig aláírja a szerződését. Nyilván vannak olyan lehetőségek, klubok, tárgyalási opciók, amiben, amiben lehet azzal élni, hogy ne a komplett csomagot adja át, hanem megtartson magának 5, 10, 15, 20, akár 30 százalékot vagy akár többet is. Tehát, hogy, hogy ez mint tárgyalás kérdése. Attól is függ, hogy, hogy mondjuk mennyire akarják azt a játékost, mennyire látják benne a jövő potenciáját. De vannak klubok, például az Újpest, aki, aki ezzel soha nem él. Tehát, hogy ő azt mondta, hogy ott, ott nincs. A, nem az Újpestről jut eszembe, de arra is rá akartam kérdezni, hogy a, a, szerződés szegése, megszegése az mennyire tipikus vagy nem tipikus, úgy az európai klubfutballban, feltételezem, egy bizonyos szint fölött azért ez már kínos lenne, de mondjuk itthon mi a helyzet e tekintetben? Itthon meg? azt mondom, hogy, hogy, annyira rendben van ahhoz képest, amikor, amikor elkezdtem dolgozni, és ez egy teljes Káosz volt azok a szerződések. Ahhoz képest ma Magyarországon a futballban minden tisztán, fehéren, európai mércével mérve is normális és, és korrekt szerződések vannak. Ennyi. Hát, Azért kérdezem az ennyit, ennyit mert ennyit, ugye át, a, hogy, hogy... az elmúlt húsz évben is elég sok olyan sztorit hallottunk, hogy játékos vagy edző úgy távozott a csapattól, hogy értetlenkedett, és időnként volt utalás arra is, hogy a nem mindenben teljesítette az adott klubba szerződéses feltételeket. De ez az elmúlt években már nem jellemző. Tehát, hogy, hogy ebből a szempontból teljesen rendben van, nyilván nem mindig értenek azzal egyet mondjuk egy edzők vagy, vagy játékosok, hogy. hogy de ami, de a, ami alapján őket felállítják, az benne van a szerződésbe. Tehát, hogy, hogy néha mi ügynökök, meg játékosok sokkal előbb megegyeznénk mondjuk a klubokkal, és akkor jönnek a, a mi ügyvédeink. És néha mi hajunk is kihullik, hogy, hogy, hogy milyen pontokat próbálnak még letisztázni, kivenni, betenni, de de a későbbi, amikor a vita, mert amikor mindenki jobban van a másikkal, akkor minden szép, minden jó. De amikor, amikor mondjuk jön egy vita, és nem úgy alakul, mert mondjuk a játékos nem úgy gondolja, hogy ez ideális neki, ez a klub, a, a, klub nem azt gondolja a játékosról, amit a szerződéskötés előtt, akkor, akkor jöhetnek azok a vitáspontok, hogy akkor hogy váljunk el, de ha ezek, ezek fehéren feketén benne vannak a szerződésbe, hogy nyilván a, a, a lehet keserű, hmm. de, de a válás az, az, az Tehát Jól körül van bársi volt abszolút, szerződésben abszolút. A, 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 szakításra vonatkozó. Az is, is általában, minden. igen. A, ezek szerint akkor a klubok is már olyan profi jogi csapatokat alkalmaznak, hogy tulajdonképpen egyenlő felek tárgyalása zajlik jogilag a szerződéseknél, és erre vezethetjük vissza, hogy végül is egy, egy korrekt jogi Tehát minden klub, ö, minden klub ö, alkalmaz jogást, és ö, minden klubnál a jogászok ö, mondják ki a végső, végső szót a szerződésre, hogy ez rendben van, mehet, nem mehet. A hangsúlyodból azt vettem ki, hogy miközben itthon úgy látod, hogy ezen a téren rend van, talán, mint hogyha külföldön azért előfordulhatnának olyan esetek, amikor ilyen szerződés, szegés, nyilván, nyilván, ha így elindulunk van. egy kicsit a, a, a keleti végekre, azért ott még ott még történnek meglepetések, Törökország, Balkán, tehát ott azért ezek még nincsenek, nincsenek ilyen, ilyen minőségi szinten, mint, mint mondjuk tőlünk nyugatra. No, akkor hozzuk szóba a Szoboszlai Dominiket, illetve hát Szalai is szóba hozhatjuk. Az már eldöntött tény, hogy Szoboszlai 70 millió euróért igazolt a Liverpoolba, és a friss hírek szerint pedig Szalai Attilát azt hiszem a Union Berlin kerülgeti 14 millió eurós ajánlattal. Ezt tűnik lekoppintani a tárgyaló, tárgyalóasztalnál. Ugye az alapigasság, hogy a, a reális ár egy játékosért az, amit a piac hajlandó megfizetni. De én mégis kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy elsősorban Szoboszlai esetében ez a 70 millió eurós vétár, ez valóban pontosan tükrözi -e az egyébként kétségtelenül nagyon tehetsége, tehetséges és remek képességekkel megáldott magyar játékos mostani piaci értékét. Hát ha megnézzük, hogy, 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 hogy milyen értékeken váltanak játékosok, akkor és mondjuk megnézzük a szoboszlainak a, a, az elmúlt éveit. Tehát egy, egy Bundesliga csapatához tartozó stabilan játszó fiatal játékos, aki, aki a válogatottban, ami azért értel olyan eredményeket az elmúlt években, amire felkapták a fejüket sokan Európában, annak már a csapatkapitánya. Én szerintem ez egy reális érték lehet, mert, mert ilyen értéken 30 fölötti játékosokat is megvesznek. Főleg, főleg, a Premier Ligában. És a Szalaiért kínál 14 millió euró, amit nyilván érzékelhetően alacsonyabb összeg, de hogy a, ezek szerint a, a, magyar játékosok piacképesebbé váltak az elmúlt években? Ezt, ezt ki lehet jelenteni, tehát hogy, hogy a nem sok játékosunk szerepel topligában, de, de akik szerepelnek, azok, azok azért letették a, a, nevüket egy, mondjuk a Bundesligában például, és, és mellé a, tényleg a válogatottnak a, a, a szereplése az, az, sokat nyom be, hogy, hogy ma már Ma már azt mondják, hogy ez a magyar válogatott megverte a németeket, megverte az angolokat, majdnem kijutott a Nemzetek Ligája döntőbe. Tehát, hogy hogy, hogy ezek azért szépen szorzó tényezők a, a, a játékosoknak a vételárába. Érzékeltek fokozottabb érdeklődést a magyar játékosok iránt az európai piacon? Más a megítélése. Tehát, hogy nyitottabbak a magyar játékosok iránt mit tudom én, 10 x évvel ezelőtt szegény Popovics Sanyi bácsi mindig azzal viccelődött, hogy, hogy a magyar játékos ügynökök a legmazohistábbak, mert, mert mindig próbálnak eladni valamit, amit nem lehet eladni, és abban az időben kevés, kevés játékos lehetett, lehetett mozogni a, a piacon. Ma már ma már szerintem nagyobb az esély, de még mindig, mindig nem, nem, a legidálisabb. Tehát, hogy, 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 jóval több fiatalnak kéne kijönnie, aki, aki, ér, bejelentkeznek, és, és, nem ilyen, ilyen, ilyen hanem, hanem, hanem minden évben el kéne adni mondjuk az mb 1 nek 5-10-20 játékost millió fölött. E tekintetben beváltották a hozzájuk fűződő reményeket a Fotball akadémiák. Hát szerintem azért ott még, ott még nem jött ki olyan mennyiségű fiatal, aki, aki, aki mondjuk a jövőt, jövőt megalapozhatja a magyar labdarúgásnak. Főleg nem úgy, hogy, 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 hogy ahhoz, hogy, hogy stabilan és hosszú távon ez a válogatott így tudjon szerepelni, ahhoz, ahhoz, jóval több játékos fog kelleni a jövőben, akik mondjuk a top 5 bajnokságban játszanak. A, egy kérdés erejéig maradva még Szoboszlainál. Valószínűleg elhamarkodott lenne azt mondani vele kapcsolatban, hogy egy hosszú út végére értünk, hiszen még csak 22 éves. éves. Az, az, hogy fontos állomáshoz ért, az teljesen bizonyos, de van-e még a Liverpoolnál feljebb? Vagy, vagy gondolhatjuk azt, hogy innen már nagy előrelépés nincs a szóoszlainak, ha ezen a szinten viszont meg tud ragadni, akkor egy teljesen perfekt karrier tud majd. Bevezetni. Hát én szerintem, hogyha ha nem lép feljebb, ő, ő akkor is szerintem elégedett lehet a karrierjével, de, de én szerintem van még benne lépcső, tehát tehát, ha ő, ő itt a Premier League-ben meg tudja mutatni magát, és, és ugyanazt ugyanazt tudja hozni, mint amit a Bundesligában nyújtott, akkor akkor egy Liverpoolnál nagyobb klub is képbe jöhet. Hogy néz ki az, amikor egy játékos ügynök? tulajdonképpen kiszemel magának egy labbarúgót. Hány éves korában szoktátok őket fölfedezni, beépíteni a, a, a cég csapatába? Az első pillanatok, azok azok hogyan néznek ki? Hát ez is, ez is egy változó változó ö, szkenárió, mert ö, van, aki, van, aki fiatal korban látszik rajta, hogy van benne potenciál, és és elkezdünk együtt dolgozni, de lehet, hogy nem lesz belőle semmi. Tehát ilyenre is sok példa van. hogy Mint tud elcsúszni egy ilyen bimbózó együttműködés? Hát a Normál esetben szülőkön is persze, szülőkön abszolút el tud csúszni, nem véletlenül Hollandiába, akármilyen tehetséges vagy, ha, 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 a szülő okosabb, mint bárki a klubnál, akkor, akkor a tehetség nem elegendő eltanácsolnak. Tehát azt mondják, hogy másik klubnál lehet, hogy ezt meg lehet csinálni. Tehát a szülőkön elcsúszhat. Én sokszor szoktam mondani, hogy, hogy egy karrier az, az 70-80 százalék fej. Tehát, hogy, hogy fejbe az a játékos, az hogy van kész, az, az mennyire alázatos, az mennyire e, tudja szerényen e, kezelni mondjuk a sikert, a pénzt, a pénzen is sok minden el tud csúszni. Sokszor szoktam például az Ennisnek az esetét e, e, hozni, hogy, hogy e, már többször meséltem róla, hogy ő egy, egy, egy koszovó macedón határon fönt a hegyekbe élő családnak volt a gyermeke. A faterja, hogy el tudja tartani a családot, külföldön dolgozott sokat, és, és ő akkor is, amikor majdnem nagyobb volt a táska, amivel ment edzésre, lesétált a, a hegyről, és a határon átjövő buszokat, kamionokat lestopolgatva ment el Skopjéba edzésre, kicsi gyerekként, és visszafele vagy visszahozta az edzője, vagy ugyanilyen stoppal ment haza, és ő, neki akkor a fejébe az volt, hogy ő egy nap a Laligába akar fotbalozni. És, és miután a Laligába fotbalozott, sikert sikerre, mert tényleg a Levantéba. Levantéba Barszának, amikor két gólt rúgott, vagy amikor úgy harangozták be a Laligát, hogy most Messi vagy Bárdi lesz -e a, 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 jobb szabadrugás lövő ebbe a szezonba, ő nem változott. Tehát, hogy ugyanaz, a, ugyanaz az ember, ugyanaz a, a srác. srác. tartozik? nem. Ő már nem, nem, az ügynökséghez tartozik. És tehát, hogy mai napig ugyani, ugyanaz a, az a srác. Tehát csomó példa volt rá, hogy Újpest szurkolók, amikor, amikor Valenciában voltak és ráírtak, vagy vagy Törökországban voltak és ráírtak, akkor, akkor áldozott ö, időt arra, hogy hogy ö, hogy találkozzon velük, hogy adjon nekik egy aláírást, adjon nekik egy mezt. Uh -huh. Arról beszéltünk, hogy ö, hogy néz ki az a szerződés, amit a játékos a klubbal köt. De mit lehet elmondani arról a kontraktusról, amit a játékos az ügynökével vagy az ügynökségével köt? Ebben milyen ö, kitételek, feltételek szoktak szerepelni? Hát, ö, Elsődlegesen a FIFA által szabályozott kitétel az az, hogy, hogy két év lehet ez a, ez a szerződés. Nyilván az ügynök, ügynökök vagy az ügynökségek próbálják védeni a saját pozícióikat azzal, hogy, hogy, hogy próbálják kikötni, hogy, hogy más ügynökkel nem tárgyalhat más ügynökkel egy csapat kapcsán nem tárgyalhat. Ez az új FIFA-szabályozás azért kicsit, kicsit szigorította, tehát úgymond a játékosoknak könnyített, tehát hogy bizonyos dolgokat már nem lehet kikötni a szerződésbe, de igazából... Tehát, nem lehet kizárólagosságot beépíteni? Nem, el... kizárólagosságot lehet, de mondjuk például előtte volt arra példa, hogy olyan pontok voltak a szerződésben, hogyha egy játékos aláír egy ügynökséggel, vagy egy ügynökkel, és utána, utána mondjuk megkeresi őt egy klub, és megegyezik a klubbal, akkor is neki fizetnie kell a bérének egy bizonyos százalékát. Most például ilyeneket nem lehet kikötni. Tehát, hogyha egy játékos Ismeri valamelyik klub elnököt, és az a klub elnök felhívja őt, és ő direkt be oda megy, és, és megegyezik, akkor akkor ezzel nem tudsz mit csinálni. Uh -huh. Na, ha már pénzek, akkor beszéljünk kicsit az ügynöki piacról. Általában mekkora jutalékkal dolgoznak az ügynökségek? Korábban általában egy 5-10 százalék volt a, volt a, a, a jutalék, ezt most már a FIFA mindig próbálja lejjebb, meg is lejjebb tolni. most én azt mondom, hogy úgy nagy általánosságban szerintem, szerintem olyan 5-6-7 százalék körül van nagy összességében. Pénz csak akkor lát egy ügynökség, amikor Értékesíti a játékos, tehát az adásvétel összegéből Nem. keresi a pénzt. Hogy ez egy folyamatos pénz? Általában, általában ez a játékos béréhez kötött érték, amiből kapja a pénzét. Tehát ahhoz Azt kellett, hogy 5 egy százalékot viszont az, Igen, tehát az, hogy egy összegben vagy, vagy évente, amíg a szerződés tart, ez megállapodás kérdése. Az adásvételi pénzből nem. Az adásvételi az pénzből, az pénzből a FIFA nagyon szigorúan nem enged bele. Tehát hogy, hogy sen, senki nem köthet olyan megállapodást, amiben mondjuk a transferdíjnak bizonyos része az hmm. járjon, harmadik személynek. Tehát egy játékos lehet benne, vagy, vagy a klub? És a játékos esetében az alapbér egy meghatározott százaléka jutalék, vagy ide lehet venni adott esetben a gólprémiumot, a, érdekes, a mert, győző, Érdekes, legért, mert, mert, sok, országban, sok országban mondjuk nettó összeg után, sok országban bruttó összeg után, bizonyos országokban minden prémium fizetésnek számít, például a Belgiumban, mm. ahol, ahol az aláírási pénz, a gólprémium, a, gól a pályára lépési prémium, az évvégi helyezés után járó prémium, az, az, az mind beletartozik a, a jutalék számításba. És itthon mi a helyzet? Itthon általában a nettó fizetés után. Jó van. Georgi Attila, köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm a lehetőséget.